Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Rimworld folytatása. A vámpír tanyánkkal. Lássuk, mire megyünk. Halad a lámpák elemzése. Meg itt a mindenféle dobozok. Azt hiszem kiraktuk a listát. Ja. Nem mintha számítana, mert amíg meg nem nő. Olyan már messze nincsen, 80%. Alig egy-két nap. No. Aztán, hogy el Calloway? Még mindig viszonylag rendben van. Adjunk neki még egy tojást. Adjunk még egy tojást, hát ha valami érdekesre fut ki. És akkor ahhoz nyilván ezt engedélyezni kell, hogy működjön. Ruhából mennyink van? 10-valamennyi, az nem sok. Ebből egyikből sincsen túl sok. Úgyhogy akkor egyelőre várunk következő ágy megszerzéséig. Még ugye kéne néhány a börtönhöz, meg a utolsó ágyunkra sem ártana egy. Ó, ezeket át kéne rakni orvosiaknak, mert azok arra készülnek. Ó, megjött a második fánk. Nem kivágni. Az egy... Nem tudom, akkor visszakapjuk-e, ha óvatlanul kivágjuk. Ja, akkor vissza a koszfelhőnket. Szerintem valahol itt fogjuk elültetni, hogy itt ezt a részt egy kicsit rendezze. Hogy járok a legjobban. Szerintem azzal, ha elküldjük érte az emberkét, annál egy kicsit fontosabb, mint hogy nem is tudom, epret kezdtek ültetni. Mondjuk akkor lehet, hogy kellett volna hagyni a eperültetőnket. Hogy meglegyünk vele. Épületet nem szereti. Azt nem tudom, hogy ez a fa lesz probléma neki. Szerintem nem, mert nincs elsimítva. Majd egyszer elsimítjuk, de nem most. Úgyhogy szerintem átültetjük ide. Aztán persze kiderül, ha gondja van a fallal, akkor egy kicsit arrébb rakjuk. Ja. És akkor már ketten fognak javítgatni itt a... Nem, ennek nincs gondja ezzel a fallal. Ha elsimítjük, azt hiszem, akkor már nem tetszene, mert akkor épített cuccnak számítja, és akkor hirtelen nem oké a növénykénknek. De egyelőre jól megvagyunk. Még bőven van feladata. Jó, ezt szerintem így jelöljük ki, mielőtt megnő teljesen, és akkor rendben megindul majd. Még egyenlőre várjuk a cuccot. Itt van elvileg egy csomó minden még, amit tudnánk. 17 pont ebből. Igazából azt hiszem, az csak némi fába kerülne. Úgyhogy 20 fát megér. Rakjuk ide valahol, hogy egy ilyen éjszakai megvilágítást adjon. Nem fogjuk feltölteni, mert annyira nem kell, de meghagyjuk, még esetleg további épületekhez is kellhet, mint segédeszköz.
további kutatásokhoz, és ilyen nem aktív állapotban is teljesen jó rá. Jó, az így járt. Az a tűz. Oké, ezt kijelöljük, mert az nem kell rá. Na, és akkor ezt a utolsó pár pontot belapátoljuk. A maradék az meg majd, ha lesznek növényeink. Azelőtt nem várható. Mennyire reális, hogy megleszünk vele? Hát ez majd. Ezt a gasztronómiát, hát felér behozzuk 40 pontot. Ebből meg nem tudom, hogy harmadát, vagy az egészet. Ha harmadát, akkor nem túl jó. Mert akkor ugye innen 40, meg innen még egy picit több, mint 40. Ami nem elég. Jó, előbb-utóbb lesz sör elvileg, és akkor azt is megnézhetjük. Sőt, azt hiszem a sör az fogyasztás keretében kapjuk. Acicmag, ez nem jó. Jó lenne, ha be tudnánk tölteni itt a cuccokat a raktárba. Mert egyébként elpusztulnak. Jó, Kazuko szintén mehet szipekedni. Haladjunk vele apránként. Mielőtt az egész betakarításunk elvész. Sajnos. Nem lenne egy jó móka. Pedig megeshet, ha nem figyelünk. Ezt akár ki is lehetne egy picit nagyítani még. Mondjuk így. A fát az valóban nem. A lyuk az kell továbbra is a közepébe. Nagyjából kitakarítja az egészet. Nem teljesen, de majdnem. De majdnem. A favágáson kívül mondjuk nem kell hozzájárulniuk. Úgyhogy igazából beleférünk, ha nem kapkodják el az ügyet. Ültetés megvan a rizssel. Mondjuk még a kukoricát kell teljesen ültetniük, meg esetleg itt jó néhány többit is. Azt gondolom egy koszfelhő, igen. Hát így jártunk. Mondjuk azon nem vesződünk össze. Nem azon a pár ponton múlik, hogy jól állunk-e vagy sem. No, kell-e még valamit ültetniük? Azt hiszem nem, úgyhogy utána már nekiállhatnak a masszív becipelésnek. Hát, nem fogunk pénzt adni senkinek. Nem mintha lenne aranyunk, úgyhogy ha akarnánk se, ha, hogy hívják, Kelovét elapasszolhatnánk, ha nagyon akarnánk. Semmi érdekes nem történt vele. Továbbra sem. No, hova mentek itt a népeink? Ja, tényleg kimaradt, hogy itt is van egy mező. Nem túl nagy, de van. Na, igazából az elküldésükhez ő is jó. És akkor tök fölöslegesen nincs itt a csapat.
úgyse tudok adni, és nem is akarok adni nekik semmit. Úgyhogy azzal nem vagyunk előrébb, ha itt tücsörögnek. Miután azt a útvonalat, azt hiszem a legutóbb is egy ilyen csapat takarította ki, technikailag. Ha jól emlékszem. Mi készül itt? Ja, mindenféle ilyen dísz akármi. Amit elvileg a többiek fölvehetnek, ugye? Ha mindenki akar egyet magának. Lassan már mindenkinél van. Ő meg elvileg nem kap. Úgyhogy innen már csak az a kérdés, hogy kapunk egy ilyen-olyan amolyat. Azt hiszem most már megvanom. Nem, még nem fejezték be. Még van egy utolsó feladat. Az Ambróziát az jó lenne azért, ha behoznátok. Az elég értékes. Jó lenne elpasszintani. Gomba... gomba nincs. Akkor kezdünk itt sötétbe burkolózni. Annyira nincs, hogy most ültették el. Az úgy nem működik. Jó, ezt hozd be, és akkor az nem vészel a két ambrózia csomagunk. 11, nem egy hatalmas tétel, de mondjuk érdemes megőrizni. Az jellemzően értékes azért. Hát, még nagyon-nagyon messze van attól, hogy kitisztuljon. A fa az jól megvan ott. Na, azért a... hogy hívjákra, kajakészítésre időnként hozzák a cuccokat. Annyival előrébb vagyunk. Hát ez 4 órakor annyira nem zavar, bárha estig eltart, akkor ugye mínusz egy nap a kaják és egyebek növekedésébe. Ami nem egy hasznos elem. De hát ki tudja. Tényleg vadállatok hogy állnak? Vannak patkányok, de semmi egyéb. Jó. Nem hasznos, hogy itt van, de nem zavar nagyon. Ha itt akar lenni, itt akar lenni. Aztán... Majd egyszer... lesz még mit ide rakni. Most egy darabig nem. Még a prototípusokkal küzdhetünk legjobb esetben is. Na hát az sehova nem vezet. No, köd. Savas ködünk kezd elmenni. Ez azért valahol segít. Nem a leghasznosabb, de valahol segít. Mennyire könnyű? Alig-alig. Akkor nincs értelme. Rituálét dobhatnánk rá, nem, mert 2 nap múlva lesz. Akkorra meg lassan már távozik is. Az egy 11 nap, az a 2 nap, amit számoltam helyette. Nagyon sokáig marad. Majd meglátjuk. De mondjuk, ha csak ennyi, hogy itt tücsörög és nem csinál semmit, akkor na bum. Egy kis kaját fogyaszt, de... az azért belefér. Bőven van elég. És azért lassan behozzák ezeket. Mondjuk a kukoricából a nagy része el fog veszni. Sajnos. Na hát ez van. Még ki kell bányászni ezt a cuccot. Mind a raktárat, mind a másikat. Meg itt ezeket az egyéb szobákat. Azt hiszem itt akarok állatokat tartani, majd nagyon-nagyon-nagyon valamikor. Ez meg mondjuk konyha lesz, vagy ilyesmi. Esetleg ide ki tudunk jönni, itt meg néhány további szoba.
Arany. Ó. A szfincsi. Adott esetben el lehet adni jó áron. Vagy fölhasználni így úgy amúgy. Nem kritikus, de föl lehet használni, na. Jó. Mondjuk cserébe igen-igen macera lesz. Talán itt nem csak ez a két mező van, de hát majd kiderül. Hát ha pechem van, akkor itt a falaknál is kell még majd tovább bányászni. Akkor majd ide visszaépítünk valamit. Némi kövem van még, vagy már, vagy hogy mondjam. Legrosszabb esetre. Mert ha itt van még ezen a néhány mezőn arany, akkor azt nyilván kibányázzuk. Annyira nem vagyunk elvetemültek, hogy ne férjen bele. Jaradnak kéne vér. Akkor használd a helyieket, azért vannak. Ők a vérforrásaink. Jó, azt hiszem még S volt, aki kimaradt. És akkor nagyjából föltöltöttük a készleteket. Na, ez úgy már mindjárt jobban hangzik. Callaway. Oh. Torzul a lába. És Fiona halad. Hát azzal sokat nem tudok tenni. Egyelőre mínuszt kap érte. Ami nem túl jó ír. De hát így járt. Ettől még szerintem kap egy kis mutagén tojást. Remélem a többi nem evett belőle. Hát ennyivel tudok hozzájárulni, meg hogy vannak orvosi eszközeink, vagy mi az ágyaink. Azt hiszem nem kell gyógyszer a szüléshez. Annyit megtehetünk, hogy elsimítjuk a padlót, az azt hiszem egy picit javít a tisztaságon. A kórházunkba. Jó. Gondolom elszívott, igen. Remek. Hát hadd kúszson. Ha senki nem menti ki. Jó, ráereszthetnénk. Callaway ment érte, jó. Nem kapta meg a lehetőséget, hogy végig kúszhat a ágyáig. A pisztolyt azért vigyed be, az értékesebb. Remélem nem lopja el. Felügyeljük, hogy lerakja-e. Véletlen magánál hagyja, ugye. Kinézzük belőlük. Abszolút kinézzük. Jó, hát majd egyszer elmegy érte, ha akar. Hát a vámpírból nem tudja azt hiszem a különféle cuccokat megkapni. A gyerek, úgyhogy ilyen szempontból az nem segít. Nem változtat. A legszélén nincs építve. Ennyivel azt hiszem. Tető. Úgyhogy azt leharapjuk, hogy ott a fa ne pusztuljon. Nem mintha olyan nagyon pusztulna. Esőben is csak 2,5 pont naponta. Az azért... Oh, Callaway már nem számít embernek. Már ilyen liba torszülött.
Ó! Változik a csontozata. Kérdés, hogy attól mi lesz. Egyenlőre mínusz 10 mozgás kap, ami nem egy jó hír. Azt azért kihagynánk. Miért kap ennyi büntit? Ja, hogy az egész... az egyik lába az nincs. Valóban. Ó, és tüdővel is. Vannak gondjai. Vannak gondjai mindenfelé. Igen. Jó, annyit megtehetünk akkor, hogy ezt elvesszük, és akkor nem kell itt cifrázni. Annyival beljebb lehetünk. No, így járt ez a egyik, másik, harmadik szoba. Amit lehetne itt tenni, hogy akkor ezt ennek a szobának átrakjuk. Nem hasznos, de akkor ez egy kicsit normálisabb szoba kinézettel bír, alakzattal, ha már a többi az nem annyira normális kinézetű. Nem számít, de mégis, na, amit lehet, azt tegyünk meg. Na, a kórház el simítását közben simán megtették. Na, utána szerintem egyébként annyit megejtünk, hogy a vámpír saját szobáját szintén kidobjuk ilyen puccosra, annyival legyünk beljebb. És akkor majd az ő morájuk egy picit jobb lesz. Nem sokat, de annyit talán, amennyi kell. Jó, lassan megvan a műhely szobánk, nem mintha számítana. Azt egyenlőre labornak mondja. Hát több kutatóhely van benne, mint bármi más, ezt nem tagadom. Ezt nem tagadom. Tényleg ez hogyan? Mindjárt megnő. Jó. Ahogy ott majd lesz egy kis ilyen hasznos alapanyag, annak örülök. Többi az meg olyan, amilyen. Többi meg olyan, amilyen. Oda mehet is az ajtó. Egyből építhetjük meg. Ha már ott tartunk. És akkor egy picit rendezettebb az egész. Na, és akkor ezt a szép nagy szobát simogatják el egy tisztább helyzetre. Aztán nyilván apránként majd a többi szobát is átsimítjuk. Egy-egy kisebb menetbe. Folyosót, meg ezeket különösebben nem kell. A raktároz szinte teljesen haszontalan. A labor műhely az minimálisan jobb, hogyha el van simítva. A többinél nem igazán. Többi az igazából belefér. Étkezőt majd érdemes elsimítani, hogy jobb minőségű legyen az étkezőnk, de ennyi. Hát az állatmenhely az
teljesen fölösleges elsimítani, igazából ott ilyen szénát érdemes lerakni, hogy állati koszt egy kicsit jobban fölszedje. Bár ez nagyon jövőbeli feladat még csak, ugye nincs egyetlen egy állatunk se. Hát legfőjebb bumalóp érdekelne ezekből, ami itt volt. De lehet, hogy ők kihaltak, mert nem bírták a mérgezést. Damó most már nem inspirált. Hát ja, ez elképesztően fontos, hogy nem inspirált. Igaz, eddig sem volt, meg nem csinál semmit, úgyhogy nem érdekes. No, ez még mindig adaptálódik, csak nem. Ó! Plusz 40% manipuláció. Az nagyon durva. Mozgásban komoly hátránya van, de ez azért elég durva, az a plusz 40%. Elongated finger, ja, hogy Genie-ből indultunk ki. Hoho, ups. Tehát volt egy korábbi bónusza is, de ez a 40% lábból manipulációra, az nagyon-nagyon durva. Az nagyon-nagyon komoly előny. Itt sajnálatos, hogy egy lábat elvesztett. Kérdés, hogy ez egyelőre 20% fájdalmat ad. Az nem hasznos. De ugye, mint látható, nagyon lassan alakul át a cucc 4-5 fázisba. De utána, amikor teljesen átalakult, akkor azért érdekes lehet. Mint például ez. Meg a tojás és egyéb hasonlók. Felteszem, ez is majd valamilyen előnyt ad. Majd fene tudja. Elvileg gyorsabb lesz, könnyebb lesz, meg ilyesmi. Szerintem bedobunk még egy tojást neki. Belefér. Az ő átalakulása engem nem zavar. Azt hiszem valaki más elindult még. Nem, még senki. Majd egyszer. Ilyen szándékosan nem akarom, bár nem feltétlenül lenne rossz, mint láttuk. Érdembe. Vissza nem nőnek a végtagjai. Azt most nem tudom, hogy ebbe a menetbe van-e olyan eszköz, ahol visszaadhatnánk rendes kezet neki. Meg lábat, meg ilyesmit. Mert ugye a művégtagok azok, hát, legjobb esetben is nyomokban hasznosak. Mibe kerülne egy lábat tudnánk adni? Hát a tüdőt az biztosan nem. Két gyógyszer. Hát igen, az egy kicsit drága. Az egy kicsit drága. Nincs, hogy szerintem azt nem. Rá nem pazarolok ebből a jó minőségű gyógyszerből kettőt. Rendes karakterre igen a normál csapatból. De a kisegítő állományunk, hogy úgy mondjam, nevezzük így. Legyen ez a barátságos megnevezése. Ó, itt gyűlnek a tojásai. Annak egyebet nem adunk egyenlőre. Jó, kacsát kapott, mondjuk mindegy ilyen szempontból. Ja, keze tud majd torzulni még. Nyaka, feje, szája. Mit tudom én. Ilyesmi. Damo, az miért ide jött? Csak úgy érdeklődnék. Ja, hogy ott ide itt kapott szállást. Ups. Most már tud így járni?
Eddig miért nem tudott? Fene tudja, hogy miért nem tudott. Jó, mondjuk elég sok büntije volt. Lehet, hogy kapott... Ó, már van... Van farka is. Most már. még viszonylag ember. Még majdnem ember. Nem teljesen, de még majdnem ember. Még elmondhatjuk, hogy azért valamikor embernek indult. Bár egyre kevesebb emberi jellege van. No. Ó, már készülnek. Akkor egyenlőre megy a feldolgozás. Meg majd előbb-utóbb nekiállnak nyilván a... No, mit lehetne itt eladni? 11 darab normál minőségű fátyó. A Marine Helmet az nem annyira hangzik rosszul. Nézzük meg, hova kéne elvinni, hogy mennyire reális, hogy el tudjuk oda vinni. Mert... Ez elég messze van. 4 nap. Az nem túl reális. Azt szerintem hagyjuk a 4 napos... Odaút 4 nap, 4 nap vissza. Az nem oké. Simán egy 4 nap teljes utat még talán vállalnék. Ó, kaptunk egy patkányt. Attól nem lesz jobb. Azt szépen bevágjuk. Van 80. Azt szerintem elég lenne itt egy adagra. 25 kell. Úgyhogy mehetne. Bár felteszem, ugyanaz bányászkodik, aki meg a padlós imitással is el vannak foglalva. Kazuko. Migától meg abba, hogy egyél. Ja, semmi. Úgy alapvetően. Úgy alapvetően semmi. De valahogy tudsz éhezni. Úgyhogy hegybe áll a kaja. Nem azt mondom, hogy minőségi. De még meg is van főzve, tehát még azt sem mondhatjuk. Hogy komoly probléma lenne vele. Azt nem mondhatjuk, hogy jó. De nem olyan vészes. Na, itt lassan tisztul a pálya szintén. Vér van, következő pihenéséig még 11 néhány nap. Az nem rossz. No, hát meglepően nyugodt menet. Ennél több támadást várnék. Ez nem biztos, hogy most kéne hiányolnom, hogy nincs elég harc. Ritkán jó ötlet. Ritkán tartozik a jó ötletek közé. Igényeljük, hogy több harc legyen. Az általában megbosszulja magát. Előbb-utóbb. Még mindig tiszt... nagyon-nagyon lassan dolgozik rajta. Ouch. Az kemény. Ennél azért gyorsabbat vártam. Hogy őszinte legyek. Arra a kutatásra. Mindegy, amíg jobb dolga nincsen, addig hajrá. Azt nem tudom, hogy a sörkészítésen dolgozhatna. Még azért jó lenne egy adagot elkészíteni, hogy az erjesztés elindul, és akkor azt nem kell megvárni. Viszonylag jó az időjárás. Ki a legjobb crafter?
Kelové. Na, de ő a legjobb szakácsunk is. A prototípus az kutatásnak számít, amit nem csinálhat. Ups. Akkor... 3... Priszi, azt hiszem te nyerted meg a főzőcskézés lehetőségét jobb híján. Annak érdekében, hogy elinduljon a sör készítés maga. Még elég hideg van odakint, 7 fokig jók vagyunk. Ugye most lassan tél érkezik. Remélem nem fogy el a cucc nagy része. Gyógyszer kevés. Eddig is kevés volt, úgyhogy ez nem változott. Tényleg visszavetted a fegyvert? Igen. Ja, hogy ide is kéne egy... Hát ja. Meg... Igazából... Őt levehetjük a vadász listáról. Miután nem adunk neki távfegyvert, vagy hogy mondjam. Ja, és folytatja. Jó. 5 napon belül kell betenni. Hát, az se egy gyors tempóban érkezik. Annak a kutatása. Jó, végtelen, tehát majd meg lesz. Nyilván jó lenne gyorsabban, minél gyorsabban. Ez kétségtelen. 2 XP-ket kapunk, az nem olyan rossz, de azért nem is jó. Elvileg most 3 adag van, bár most szedjük be a következőt, úgyhogy akkor lesz még. Hajrá, minél több sör készül, annál jobban állunk. Ezzel nincs is kivitázni. Ha nagyon kevés lenne a hőmérséklet, akkor be lehet itt gyújtani majd. 9 napig jó. Úgyhogy az úgy megfelelőnek tűnik. Jó. Annyit tegyél meg, hogy öntsd be a sört a helyére. Az elvileg semmibe nem kerül. 6 nap. Hát az nem egy gyors menet. De mindegy, halad. Halad a sörfőzés. Tényleges sörfőzés. Ezt lassan befejeztük. És kell még egy bő 80 pont. Néhányat kapunk innen, valamennyit a musból, a maradék meg, majd esetleg a kész sörből. Hát nem gyors lesz. Elég sok sört kell ahhoz készítenünk, úgy érzem, hogy meglegyen ez a maradék kutatás. Hát nem sok. Még ilyet talán tudunk venni, viszonylag belátható időn belül. Nem saját készítette ilyen trutymót, mustot. Azon kívül nem várható. Na mondjuk, ha Jared készíti, akkor lehet, hogy jobb XP-t kapunk. Ugye 2 volt Priscinél. Ő azt hiszem jobb kutató, majdnem még egyszer annyit hoz. Úgyhogy az gazdaságos, ha ő végzi. Ezen nincs mit vitázni. No.
És akkor... Akkor állunk valahol, no. Ennyi sör alapanyag van. Itt van 30, raktáron semmi. Hát, annyira nem sok, mint várnánk. Ennél jobb eredményt reméltem. Nem kevés, de nem is sok. Azt hiszem ennyi hordó egy kicsit túlzás. Hát meglátjuk, mennyi az, ami párhuzamosan megy. 30... nem, az a kérdés, hogy a raktárba mennyi ideig pusztul. De most épp raktárban nincs egy darab se. Úgyhogy nem tudom. Ó. Újabb menekültek. Vagy első menek. 4 menekült. Az egy jó kérdés. Kaja. Kaja a kérdés főleg. Meg, hogy hol raktározom el őket. Jó, a börtönt átfordíthatjuk ideiglenesen menekült szállóba. Szállóvá. Megkockáztatjuk, de nem vagyok jó. Jó hírnevén ennek. Amit lehetne, majd esetleg valahol építünk egyet. Vagy itt fúrunk egy ilyen menekült szállót. Hasonlót, mint ez a börtön. Nem sokkal nagyobb kell. Körülbelül ugyanaz a menet. Egy, kettő, ilyen, ennyi. Hát ennek nincs értelme máshol felhasználni. És akkor ennek meg még majd lesz itt egy ilyen szoba valamilyen célra. Ez mondjuk raktáraknak jó lesz. Vagy ilyesminek. Jó, és akkor a menekültekből mit kell? Jó, ez megvan. Aztán... Jó. Ez egyszerű. Ez is. Állattartás. Szakács, az egyik az alkalmas, a többi nem. Vadász. Az miután menekülteket nem engedünk vadászni, nem nagyon érdekes. Építkezni mindegyik gyér. Növényt ültetni mindenkinek kell. 0-ással nem nagyon erőltetjük. 0-ással nem nagyon erőltetjük. 3-assal jöhet. 1-essel még nem. Oké. Az egyik egyébként gyerek, azt hiszem. Hajaik jók. Aztán... Hát ez kutatásban egyik sem segít. És azt hiszem igen, az egyik gyerek. Ja, hát... Ezek elég gyérek, hogy őszinte legyek. 40 év, 30 év... Akkor nem gyerekek.
hoztak-e valamit, egy kést, majd elszedjük. Némi hasznosnak tűnő felszerelést. Nem tudnunk elvenni tőle. Azt a gyógyszert azt szívesen leszedném. Meg egy bunkót. Az se segít rajtunk. Ja. Ezt a kést, ezt passzold le. Annyival legyünk biztonságosabbak tőled. Meg azt a bunkót is. Ha már itt vagy. Bármi mást el tudunk tőlük csaklizni. A sivkáját elvehetjük, nem egy nagy tétel, de elvehetjük. Semmit. Nem tudom, miért van nála egy sör, és hogy honnan szedte főleg. Aztán szájmaszk, meg egyéb. Igazából nektek ez nem kell, úgy döntöttem. Aztán meglátjuk. Jó, lassan ruha készül, vagy a ruha alapanyag. Jó. És... Fionával már összevesztek. Az jó, mert marhára nem jó. Szerencsére kis egyoldalú a püfölés. Úgy látom. Nem volt egyoldalú. Illetve hát, de csak nem a jó irányba. No. És akkor meglepődtök, hogyha ezért elkergetünk titeket, vagy valami. Azért meg fogtok lepődni majd mi. Jó. Cipeld be. Mert annál értékesebb, mint hogy kint pusztuljon. Jó, ezt megcipelt ki. Raktár nagyjából megvan. És miután egy csomó mindenben nem tudnak egyenlőre dolgozni hasznosan, kijelölöm őket némi szoba simításra, hogy azzal hasznosabbak legyenek. Vagy legalábbis remélem, hogy hasznosabbak lesznek. No, hát azt hiszem innen fogjuk folytatni. Sör lassan, nagyon lassan készül. A maradékot berakta ide. Mindegy, két adagba készül. Legyen úgy. Ez még friss, a másik meg majdnem egy napot már megvan. Kelovéi torzulásai hogy állnak? Ez még mindig csak fájdalmat okoz. Egyenlőre még csak fájdalmakat okoz. Az nem hasznos. Na hát innen folytatjuk, már annyi.